is vagyunk az Alfa Hullám műsorába, a vendégünk pedig nem más, mint Prof. Dr. Székely, Tamás Ökológus. Köszöntöm itt a műsorban. Jó, köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetünk, és kíváncsian várom a kérdéseit. Jó. Én először is nagyon köszönöm, hogy eljött és elfogadta a meghívást. Én amikor rátekintettem az ön életére, rengeteg érdekességet láttam. Úgyhogy engedje meg, hogy felolvasok egy rövid kis szemelvényt, amit én összegyűjtöttem, már csak azért is, mert ez egyfajta gerince lenne majd a beszélgetésünknek. Székely Tamás biológus, ökológus, a Debreceni Egyetem tanára, az Angliai University of Bath kutató professzora, fő kutatási területe az evolúcióbiológia, a viselkedés ökológia és a konzervációbiológia. Nemzetközi szintéren elismert tudós, több mint 320 tudományos érkezés értekezése jelent meg, ezek közül számos a legrangosabb folyóiratokban, mint például a Nature, a PNAS és a Science magazin, aminek borítóján többször is szerepeltek kutatásai. Itthon 2017-től az élvonal kutatói programcsapat vezetője, amelyet világszinten is a szakma legjobbjai közt jegyeznek. Jól De. mondtam? Igen, 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 hát köszönöm, igen, igen, egy jó, 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 hangzanak ezek, a, ezek, az elismerések. Én azt hiszem, hogy tényszerűen úgy nagyjából, nagyjából, helyes. Azért így visszagondol az ember a pályára, és soha nem gondoltam volna, hogy, hogy ennyi mindent hasznosat lehet, lehet elérni. Én valahol Borsodban nőttem fel, Kazint Barcikán, Felső Barcikán, és soha nem hittem volna, hogy etológusként, viselkedés biológusként ennyi helyre el lehet jutni, ennyi izgalmas állatfajjal lehet találkozni, meg nagyon, nagyon furcsa és érdekes emberrel. Ha visszaemlékszik, mi hozta az ön szívét az ökológia irányába. Hát igen, ez a két dolog, tehát etológia, viselkedés, biológia, ökológia, én ezt így felkeverten használom. Valójában én is, meg jó páran, aki velem együtt kollaborál, hallgatóim, mi ezeket így egybe látjuk, tehát az én fejemben nincs külön, hogy ökológia, meg evolúció, ez valahol így egybe van. Engem egyszerűen az húzott a, ahhoz, amit én most csinálok, hogy nagyon szeretem az állatokat, egy faluban nőttem fel, és nagyon szeretem kezdettől fogva a viselkedésüket figyelni, és amikor középiskolás voltam, akkor volt egy etológia filmsorozat a Magyar Tévében, a Csányi professzor úr vezette, és akkor az egyik epizód után én nagyon belelkesedtem, és írtam egy levelet, hogy hát bocsánat, professzor, ez a ez a, én nem -e teljesen értek egyet azzal, ami a, az adott filmsor volt, és a legnagyobb megrepetésemre, és annyi professzor, hogy egy nagyon kedves, meleghangú levele, és meghívott, hogy menjek el a, kutatóintézetében, kutatóintézetébe, ami akkor Gödön volt, és akkor gyakorlatilag innétől kezdve, akkor ekkor voltam, volt, ami, akkor jelentkeztem Debrecenbe, tanári szakot elvégeztem, de végül is pár másodéves koromtól tédékáztam, a viselkedés Aradi Csaba volt a témavezetőm, és olyan meg hatalmas személyiségek irányították az én szakmai fejlődésem, mint professzor vagyok az Oltán, Précheny István, Jakucspál, tehát az akkori időben a nagy magyar ökológusok és evolúció szakemberek. Csányi Sándort, a... A Vilmos. vagy Vilmos. Bocsánat, Csányi Vilmost ön ö, példaképének tekinti? Vagy igen, egyfajta... igen, 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 ő az egyik példaképen. Azért szerencsére nagyon sok jó szakember van, ö, ö, akinek a, az életmunkásság, a kutatás emberi a személyisége egy magas mércét tesz az ember elé. Én sajnos a régi generációhoz tartozik, tehát nekem a popstárok, a, azok a, az úgynevezett celebrity, azok nekem, bár bocsának, nekem nem a példaképen. Én próbálom mindig a tartalmas, értékesebb embereket példaképnek tekinteni, és ez a magyaroknak nagyon sok ilyen volt hagyományosan is, és most is. Tehát nagyon sok nagy ember van. A pillanatnyi nagy embereket, aki a limelight, aki öt másodpercig van a tehát ezek az a siker, a sztárok, én már bocsánat, ezekről túl sokban nem tartom. Mennyire érdekesen alakultak át ugye a, a példaképek, meg mennyire érdekesen alakult át maga az az egész média is, mert azért még a 80-as években ja. láthattunk nagyon érdekes embereket a tévében, és Persze, így van, most is, most is, lehet. Tehát azért David Attenborough még mindig létezik szerencsére, és azért amit az Attenborough csinál, az elképesztő. Minden új filmje, pedig figyelem már kb. 20 éve, minden új filmjehoz új, új jeleneteket, új technikákat, új információkat, tehát végül is pozitív is lehet valaki, valaki, hős, és ő, ő nem csupán a, a médiában nagy ember, hanem, hanem végül is azért küzd, amilyen nagyon sok biológus, és nem, nem csak biológus küzd, azért, hogy a, a gyerekeinknek, unokáinknak legyen jövője. Tehát nem azért, nem azért, küzd, hogy ő még öt perccel több ideig legyen a tévébe, meg a sok hülyeség, amit csinál, az minél többen kövessék, ezek az influencerek, hanem próbál, próbál valami olyan ideát, ideát követni, ami, ami úgy gondoljuk, hogy a, a, a jövő generációba is megmarad, és nem csak személyes érdeket segít elő, hanem maga az emberi közösséget is. Etenborot tekinthetjük ö, annak az embernek, aki lényegében először ténylegesen közel hozta vizuálisan az embereknek a biológiát, etológiát, ökológiát? Nem, az azért azért, egy hosszú sorozat. Tehát azért előtte nagyon sok, nagyon sok, nagyon sok akár, akár tévé és, és média sztár is volt, Küsztó például, Jacques Küsztó, de én emlékszem, hogy gyerekkoromban mi ott ültünk a tévé előtt, és néztük a, a, néztük a filmsor, ez egy búvár volt, ő fedezte fel, hogy a, a, a kibocsátott levegőt, az nem csak ki lehet engedni a tengerbe, vissza lehet cirkuláltatni. Tehát egy, egy búvár az ő felfedezése volt, hogy nem tudom, ötször több ideig lehetett búvárkodni, mint, mint amit korábban, korábban kitaláltak, és ebből persze jó, jó pénzeket szerzett, és az első dolga volt, hogy vette egy kutató, hajó, amivel járta a világot. Hát ez valamikor a 70-es évek körül, körül volt, és azóta hát én nem, nem néztem vissza az ő filmjei, de az, az ember köny szemébe összegyűjtenek a könnyek, hogy azok a helyek, ahol még küzdtől mennyi mindent látott, most már gyakorlatilag szeméthalmok vannak, stb. Tehát azért voltak emberek atemború előtt is, Itthon, hát Magyarországon nagyon sok kiváló természet, természetfilm volt az 50-es évektől kezdve, Homoki, Nagy István, stb. A, tehát azért mi szerencsések vagyunk, mert a mi generációnk az, az nem csak a természeten keresztül, azért abban az időben, amikor mi felnőttünk, én, nagy erdő is egy, egy nagyon élő, élő közösség volt, ragadozó madarak, stb., a, hanem, hanem, a, a médiába is ezek, az em, ezek, a filmek, filmsorozatok, ezért nagy szerepet kap. Az embereket érdekelt. Én szerintem ez, ez kezd visszafordulni szerencsére és hát iszonyú szükség is van arra, hogy, hogy megismerjük, ami megmarad, és próbáljuk meg is védeni. Ön említette, hogy el se tudta képzelni, hogy ennyit lehet biológus, uh -huh. etológusként és ökológisként utazni. 80-as években a Debreceni Egyetemen végzett. Igen. És igen. mikor indult be ez az elképesztő kaland az életében? Hát ez egy jó kérdés, jó kérdés. Én emlékszem, hogy gyerekként Elsét, amikor mentem iskolába, akkor volt egy ilyen. az útépítőknek volt egy ilyen lakókocsi régi ez, de a mostani lakókocsik, ezek a hipermodern dolgok, hanem egy, egy ilyen koszos kátrán és én mindig arról ábrándozom, hogy én majd bejárom valaha a világon. Hát nem egy ilyen kátrányos karavánban sikerült, de úgy a magam módján bejártam. Hát én szerintem. Ez nem azért volt, mert én szeretem, szeretem a, a, a mérföldeket gyűjteni, ezeket az ármahelyszokat gyűjtögetni, nem egyszerűen, egy kicsit kényszer is volt, mert, mert én pozitív értelemben vett kényszer, mert az a gyország, amivel elkezdtem foglalkozni a 80-as évek végén, ez a Székirile, Magyarországon egy kicsi állománya volt, és én, és én próbáltam, próbáltam kísérletet végezni terepen, végül is, sikerült is, és a terepkísérletnek, mint egyáltalán kísérletezésnek az egyik fő szabálya, hogy nagy mintaszámok kellenek. Tehát itthon nem lehetett ezt elérni, úgyhogy én elkezdtem keresni a helyeket, ahol, ahol tudok jó kutatást végezni, akkor először elmentem Portugáliába, aztán átkerültem Törökországba, és onnétől kezdve a kollégáimmal, Kosztolányi Andrással, Kis Jánossal, Liker Andrással kidolgoztunk egy olyan módszercsoportot, amit most gyakorlatilag, nem tudom, 20-30 világon használnak. Jó, hát ezek nem, nem azok a, a módszercsoportok, ami, amivel a, 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 BMW meg az Audi, tehát ez nem, nem egy ipari, ipari dolog, mi csak egy kutatási módszercsaládot dolgoztunk ki, és azt terjesztjük, használjuk most is. És ahogy, ahogy ezt kitaláltuk, abban a pillanatban ez egy fontos dolog, tehát ez gyakorlatilag egy franchise-nak hívva, ez olyan, mint a McDonald's. Tehát mi, mi, mi kitaláltuk, hogy hogyan lehet egy hatékonyan vizsgálni egy élőlény csoportot, csak mi ugye nem, nem húzunk ebből profitot, hanem terjesztjük a, a, a módszereinket és aki, aki, használja, akkor annak az az előnye, hogy mint ugyanúgy, hogy bemegy az ember Argentinába, egy McDonald's az úgy nagyjából McDonald's, mint, mint itthon, vagy mint Amerikában. A, ezek, a, ezek, az eredmények, módszerek, ezek ö, összehasonló adatokat adnak. Tehát az, az, az a, az a, az a toolkit gyakorlatilag erre egy, 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 jó kifejezés. Tehát ez a, ez a szerszámos készlet, amit mi összeállítottunk, ez nagyon jól, jól szolgál a, a, déli, déli féltekétől kezdve az északi sarkörig, stb. És akkor ezekkel a, a, a módszerekkel nyert adatokat most ilyen nagy komparatív, nagy összehasonlító vizsgálatokban tehát volt egy időszak, amikor a 2001-2002-től mondjuk 2015-ig én tényleg rengeteg, 16-ig én rengeteget, rengeteget, utaztam. Mindenhol hallgatóim, nem mindenhol, de nagyon sok helyen helyi hallgatókkal dolgozók, részese voltam a helyi életnek, tehát én összeadtam úgy, úgy nagyjából én 20 országban éltem, tehát nem turista voltam, nem a, nem a jártam, hanem, hanem, dolgoztam, tehát a egyetemen, egy helyi kutatóintézetnek, meg terepen dolgoztam, és végül is azért ennek nagy részének maradt nyoma is, mert egy új NGO, egy civil szervezetet építettünk, össze segítettem nagyon sok fiatal embernek, fiatal hallgató, lánynak, fiúnak, hogy egyetemi karrierje legyen, hogy konzervációbiológus legyen, stb. Szóval azért ennek az utazásnak valahol volt értéke, és azért valahol az egyik persze az, hogy tudományosan sok mindent felfedeztünk. Ön két egyetemen is tanít, vagy a Báci Egyetemen professzorként van jelen, de ott, ott tanít? Hát rengeteg helyen tanítok. Tehát én azt hiszem, hogy négy helyen vagyok vendég, professzor két kínai egyetemen, aztán Bielefeld egyetemmel vannak kapcsolatom a Roningeni Egyetemen is, vannak kapcsolatom a kapcsolat, én Harvardon, és látogató professzor voltam. Tehát én gyakorlatilag ahová megyek, ott, ott megkérdezem, hogy, hogy kell, van-e arra szükség, hogy én órákat tartsak, és akkor, és akkor ha van, akkor nagyon szívesen ez megvannak a standard dolgok, amiket tanítom. Tehát itt az éves rendszeres tanítás az tényleg az a, az, az egyetem, a Báti Egyetemen van, van és itthon itt Debrecenben. Hogy őszinte legyek, az a tanítás, ez ilyen kétélő fegyver, mert egyrészt nagyon jó, mert már fiataloknak el tudja az ember magyarázni, hogy mi van a fejében, vagy miért érdekes, és azért ezt látom a fiatal kollégákon, a fiatal hallgatókon. Mi gyakorlatilag addig, amíg, amíg valaki nem mondja meg, hogy hogyan is kell egy, egy mocsarat nézni, vagy hogyan is kell egy erdőbe viselni, olyan vagyunk, mint egy elefánt a porcelánból, tényleg. Tehát törünk, zúzunk, nem is érezzük, hogy mi van. Tehát el kell valakinek mondani, hogy mi az, hogy egy ökoszisztéma, mit jelent a táplálékláz, mit jelent a szaporodási viselkedés, stb. Én ezt nagyon szeretem, nagyon szívesen elmagyarázom. De ugyanakkor a tanítással rengeteg idő is elmegy, és azért a kutatói vonalon a, a kutatóknak a, a, a fő mércéje azok a tudományos munkásság, felfedezések, cikkek gyakorlatilag. Szóval ez érdemes. Én úgy látom, hogy ez a kettő erősíti egymást, tehát azért rendszerint olyan, olyan, olyan tárgyakat tanítok, aminek aminek van van, van, van kapcsolata a saját kutatása. Tehát, tehát, hogy röviden megválaszolom a kérdést, amit nem válaszoltam meg röviden, csak használ. Két helyen tanítok rendszeresen, de alkalmanképp sok más helyen, december elején például Pádovába tartottam szemináriumokon, aztán Milánóba tartottam szemináriumokat, Kínában rengeteget. Amikor megyek, akkor mindig megkérdezem, hogy van-e valami, amit tudok tartani. És azért <kül> kitaláltam egy olyan, olyan stílust, hogy gyakorlatilag beszélgetünk, és én elmondok néhány dolgot, amit, ami én fontosnak tartom, és utána kíváncsi vagyok, hogy a hallgatók, meg a dr. Andrusz hallgatók, a fiatal kutatók, milyen ötletekkel állnak. És itt kezdődik az igazán, igazán érdekes játék. Mert a legtöbb, legtöbb ember, és valószínűleg még az egyetemisták is rá, és úgy gondolják, hogy minden fel van fedezve. Hát ez nem így van, ez egyáltalán nem így van. Igen, vannak dolgok, amit feltesztek, DNS persze felfede, RNS persze felfedeztek, egy csomó mindent feltesztek még, már, de azért, de azért, nagyon nagy hiányok vannak. Én a saját területemen tudom, hogy mik ezek a, mik ezek a hiányosságok, és ezeket érdekes, érdekes felfelezni. Akkor lényegében, hogyha jól értettem, ön a székilile repítette világ körüli útra? Ez, ha igen. itt Jortobágyon lett Kör. volna egy nagy populáció? <laughs> Akkor lehet, hogy nem megyek soha. Igen, lehet, lehet nyugodtan. Sőt, arra Csaba mutatta meg nekem a Széki még akkoriban volt a nagy nagyszéken. Egy kis aranyos jószág. Kora, 40 ja, 50 grammos madár, Igen, igaz? igen, pontosan, igen, igen, jó felkészültél, igen, igen. Tényleg jó felkészültél. Nem egy aranyos kis jószág, és, és, igen, 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 azt hiszem, hogy Hát igen, aztán, hogy vissza, visszaemlékezz, hogy mi lett volna, ha, hát ezek mindig veszélyes kérdések, mert hát a jó Isten se tudja már elnézést a kifejezésért, senki se tudja, hogy mi is lett volna, hogyha ez és ez. Én abban biztos vagyok, hogy, 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 valahol biztos mozogtam volna, mert azért mindig is szerettem emberekkel beszélgetni, úgy, úgy egy kicsit kilépni abból a, abból a környezetből, amiben egy adott pillanatban voltam. A, igen, az, hogy, az, hogy, hogy a Délaföldön kezdtem el dolgozni, a széki alatt, a Szeged környékén, aztán felfedeztük Miklapusztát. Ez egy, ez, ez egy hát néhányan valószínűleg hallottak róla, nem biztos, hogy arra büszkék, mert ott van egy állami börtön. A Miklapuszta, Hartapuszta, ott volt akkoriban, ez a 90-es évek elején, Közép-Európában a legnagyobb Székililé állomány, a 100-150 város állomány volt, amit a kollégáimmal úgy együtt, együtt vizsgáltunk, és most a, nekem egy külön, külön jó eső érzés, hogy a lengyel szabadsz kollégámmal, aki itt van a Debrecenben az ökológiai kutatócsoportban sikerült egy live pályázatot, ez egy milliárd forintos pályázat, európai pályázat. Egyedül mi nyertünk az országba egy ilyen nagy volumenű pályázatot. Most visszamegyünk oda, ahol én gyakorlatilag kezdtem a lillekutatást, és próbáljuk visszahozni őket, mert időközben a lillék eltűntek. Ennek egyszerűen az az oka, hogy a, nagyjából az, hogy a legeltetés megszűnt. Tehát végülis a Miklapusztán 90 es évek óta, mióta én dolgoztam ott, azóta Lille állomány gyakorlatilag összeomlott, és most ennek az új Life Projectnek az a célja, hogy nem csak a székillélet, hanem más jószágot is visszahozzon. Most ez egy lényeges dolog volt. A második egy ilyen triggernek, ilyen kulcs, kulcs eseménynek tartanám valószínűleg az egész életemben az volt, hogy Törökországban négy évig dolgoztunk Adana, tehát az ott a szír határ mellett van, egy, hát legalább ezer székili le volt, tehát egy hatalmas populáció volt, mint kiderült, azóta az is összeomlott, ezt kollégákkal együtt vizsgáljuk most, hogy olyan mi, miért lehetett ez. a, a a négy éven keresztül úgy képzeltem el, hogy én onnét fogok nyugdíj, meg is tanultam törökül, török volt az utolsó nyelv, amit próbáltam megtanulni, vagy lehet, hogy nem a portugál, de azt is feladtam. Szóval törökül én valamilyen szinten beszéltem, mert ott képzeltem el az egész életemet, hogy én Anglia, Magyarország, meg Törökország, és akkor kész. És akkor egy, egy évben egy, egy nem túl kellemes török kolléga segítségével le akartak tartóztatni, meg gyakorlatilag lehetetlenné tették a munkát Hát, úgyhogy az a, az a, vágány az, az lezárult, tehát az a kutatás vonal lezárult, és amikor jöttünk vissza Törökországból, az körülbelül olyan lehetett, mint a magyarok bevonulása a, a, Kárpát, Kárpád, a Vereckei hágon, van, aki szerint ez egy ilyen diadalmas esemény volt, a fehér lovon, stb. Árpád bevezette a magyarságon, van, aki szerint egy fejvesztett menekülés volt, a besegyők itt, ne, zavarták a, 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 az őseinket gyakorlatilag. Hát mi, mi, inkább a második esethez tartoztunk, hogy jöttünk vissza a Szent, Szent Irma István hallgatómal, akkor kitaláltuk, hogy új, új kutatási irányvonalra van szükség, és akkor akkor gyakorlatilag ezt is, ezt is folytatott. Tehát gyakorlatilag az ember pályafutása tele van olyan, olyan kanyarokkal, amik nem, nem, a mi választásunk, csak ugye akkor az a kérdés, hogy ezt a választás, tehát ezt a kényszert hogy fogod fel, hogy egy, egy lehetetlen, és akkor depressziósan válik az ember. Hát ez, ez nem lehet túl sokat csinálni, hanem inkább az ember keresi, keresi a pozitívumokat, és hogy hogy lehet hogy lehet ezeket a úgynevezett kényszerkerülőket hasznos, hasznos ö, ö, tudásra, hasznos irányzatok átformálni. És én gyakorlatilag úgy visszagondolom, én gyakorlatilag ezt csináltam. Jó? És öm, hol, hol értékönt a legnagyobb kalandok? Azért 25 ja. országban illetve ja. ahogy említette. És hát ez, ez nem viseli amúgy olyan téren meg az embert, hogy ön azért rengeteget időt tölt terepen, emellett a tudományos dolgokat kell csinálni folyamatosan? Á, nem, 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 ez egy jó kérdés. Nekem van majd 40 vagy 50 ilyen történeten, amit most nem fogok belekezdeni, mert akkor jövő hét végéig is itt lennék. Ezek igaz történetek. A, a, az emberi természetnek a furcsaságát, állatoknak a furcsaságait mutatják. A, igen, igen, a, vannak nehéz helyzetek, hogy az ember egyáltalán nem biztos, hogy az túléli, volt ne ilyen helyzetem nekem is, de aztán kimásztunk belőle. A, 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 azért tanulni lehet belőle, és akkor utólag visszagondolva sokszor, sokszor inkább mókásnak tűnnek azok a, azok a, azok a történetek, amit, amit akkoriban azért nagyon félelmetesen él meg az ember. Ezek mely országok voltak a legfélelmetesebbek? Sok, sok, tehát több országban volt az egyik ilyen történet, nem akarom végig mondani az egész történetet, a szeúd dolgoztunk Farazán szigetek, tehát ott Jemennel hatás, ugye az most háborús zóna, akkoriban nem volt semmi probléma, elmentünk, hogy vizsgálunk egy, 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 egy parti és éjjel, amikor gyalogoltunk vissza, ez egy, 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 kis sziget, amivel a árapály zónában van, eltévesztettük a zinány, és gyakorlatilag egy koral felett úsztunk hajnali kettőkor, a vörös tengerbe, hárman magunkban, és hát szerencsére itt vagyunk, tehát a cápák nem ettek, meg szerencsére túl lehetők. De nem volt, hogy kérlemes a hajnali kettőkor tök sötétbe úszni, és akkor még nem tudtuk, hogy hol van a part a vörös tengerbe. Ja, akkor lényegében ellepte azt a részt. Igen, pontosan. Azt a kis szigetet, ami önök volt. Az, utat. Tehát az utat elvágta, és mi rosszul emlékeztünk, ugye sötét volt, rosszul emlékeztünk a visszavezető útra, és eltévesztettük, és hát vagy negyed óra volt, amíg, amikor hát azt hittem, hogy soha nem jövök ki. És akkor végül ki tudtak úszni igen. a partra? Igen, igen. Lát, fények. Addigra fel, kitaláltuk, hogy milyen irányba is úszunk és akkor egy negyed órai úszással, közben úgy, hogy az egyik, egyik, egyik nem tudott úszni. Ajaj. És hát persze csak volt rajtunk ez a mentő mellény, szerencsére persze. Úgyhogy úgy, voltak, volt a kalandok, tehát a, az összes papír állázat, a telefonom elázott, fényképezőgépet ki kellett dobni. Nem gond, de mégis itt vagyunk, és akkor túléltük ezeket az eseményeket. Persze utána, utána örül az ember, hogy, hogy ez, ez, megint nem az mi választásunk, a terep biológia azért, azért produkál ilyen, ilyen élményeket, és, és sokszor az emberek nincs is negyed óra ideje, csak néhány perce, hogy most a helyes döntés hozza, és hát eddig mi úgy néz ki, hogy ebből kimásztunk. Sok, tehát, hogy vannak, akik mondjuk az alapkutatásokat úgy végzik, hogy, hogy laborban egy ah. Egy zárt terepen történik mindez. Ön hogy látja ennek a, a kettőnek az egyensúlyát? Ja. Mert hogy, hogy, ahogy az ön szavaiból kiveszem, éppen ennek a teljes ellentét. Igen, nem, nem, ez egy jó, jó kérdés. A, a tudomány a polarizálódik, meg specializálódik. Tehát a, ami, ami, történik, hogy egyre egy inkább redukcionisták vagyunk, a, a, egy, egy, tehát redukcionisták, tehát egyre kisebb és kisebb jelenségeket foglalkozunk. Erre talán egy jó példa, hogy pár évvel ezelőtt a, egy állás, állás interjú bizottságban voltam benne az, az Angliai Egyetemen, a University of Bálnak, és az a téma az embryó biológia volt, a fejlődés biológia volt, és akkor az egyik legjobb szakember az a egér, egér, fejlődésének volt a szakembere, és akkor a Tony azt mondja, hogy hát ő a 12 napos egér embriónak a szakembere, de a 16 naposról nekérdezzük. Hát persze nyilván tud róla, de annyira, annyira, annyira a terület, hogy ő tudja, hogy a 16, os egé... 16 napos egényemben vannak más szakemberei, aki nála sokkal többet tud. Ez ennyire fel van oszva. Én nem bírom ezt, tehát azért a specialistán, jó, jó azért specialistán, ez ugyanolyan, mint a, az autóiparban is, tehát azért lehet szakosodni egy toyota vagy lehet egy, 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 egy Dacia-ra, stb. De de én, én, nem ennek vagyok a híve, hanem én, én, inkább azok közé tartozom, akik prób, próbáljuk, próbáljuk, a területek közötti réseket kitalálni, és ez elég sok van, mert minden, minden szakma kifejleszti a saját, a saját, nyelvezet, és kell egy kis idő, úgy, hogy megértjük ezeket. Úgyhogy én, én gyakorlatilag nagyon sok szakemberrel dolgoztam együtt, ezek, jó, 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 specialisták, neurobiológusokkal most is dolgozok, genom, genom szakemberek, genetikusokkal, spatially, tehát ilyen tér, tér, informatikusokkal nagyon sokat dolgoztam, összehasonlító analíziseket rengeteget csinálok, de az én, én kutatásomban a, a, a terepbiológia az központi szerepet használ. Az a, igen, igen, dolgozunk néha laboron, most immunológiát próbálunk egy immunológiai labort felállítani itt a, a kollégák az Immunológia Tanszék segítségével a Debreceni Egyetemen. Persze, de nekem a kérdések azért úgy nagyjából a természetből jönnek, és ami nagyon fontos, hogy hogy az eredményeket próbáljuk is oda visszajuttatni. Tehát még egy akadémiai, tehát egy kutató kutatóvonalnak az eredmény az egy publikáció, rendszerűen nem állunk itt meg, hanem kérdezzük azt, hogy na, és akkor ezt hogy lehet át, átfordítani a társadalom számára, a közösség számára, tehát az egyik ilyen kezdeményezés, ez a Life Project, amit mondtam, tehát ebből gyakorlatilag birkákat vásárolunk, állattenyésztést próbáljuk felhozni úgy, hogy hogy, hogy hasznos legyen a, a madaraknak, meg a, meg a rovaroknak. Egy másik irányvonal ez, hogy hogy próbáljuk a hortobágyai Nemzeti Park szakembereivel a középiskolai tanárok, ugye én biológiai tanár, biológiai szakos tanár vagyok, de én soha nem tanítottam középiskolába. Próbáljuk a biológiai szakos tanárokat kivanni hortobágyra, hogy remélhetőleg kihozzák a gyerekeket, mert szerintem az elképesztő, hogy a debreceni gyerekek jó része fogalma sincs, hogy milyen állatok vannak a soha nem volt a csikós gulyás de dolgokon fel a debreceni, ezek a debreceni gyerekek nem tudnak. Ez szerintem ez elfogadhatatlan Debrecen városába, ami ugye abból, abból, szerezte a hírnevét, meg a gazdagságát, hogy a külteri küld, gazdálkodása volt. Tehát itt, itt, vannak hiányosságok, és, 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 és mi, szerencsére a nemzeti parkosok, középiskolai tanárok erre, erre maximálisan partnerek, úgyhogy próbálunk ezt oktatásba bevezetni, stb. Szóval én úgy gondolom, hogy, hogy a kutatás, ugye az, az tehát mondom, én, a, én a, nekem a terep, terep terepi biológia indít el nagyon sok kérdés, de aztán, hogy ahogy a cikkeket készítjük, stb. Ezeket mi megpróbáljuk, amilyen széles körbe csak a társadalom számára használható. Hogy látja az ön tudományterületében, bár ön azért nagyon sok tudományterületet fog össze, de azért mégis, hogyha ha rátekint az ön szakmájára, akkor ez a fajta redukció és specializáció átok vagy áldás olyan téren, hogyha például megnézzük az orvoslást, hogy ott már annyira nagyon szétbontottuk az embert, hogy nagyon sokszor ugye a holisztikus gondolkodás az teljes mértékig elmarad, és annyira megyünk mélyen, mélyen bele az alapkutatásokba, uh -huh. hogy már teljesen elszakadunk az evidenciáktól. Ne, nem, nem teljesen, ugye én nem, 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 nem ismerem az orvosi kutatásokat, de igen, tényleg ott is vannak irányzatok, tehát hogy, hogy bizonyos drag, fejlesztéseket foglalkoznak. Ugyanakkor megvannak az összekötő szálak, és az egyik, egyik kollégám például a Japán Egyetemen van, ahol azt próbálják kifejleszteni, hogy például minden, minden információ, ami egy adott szervvel kapcsolatos. Tehát nem úgy, 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 hogy gyógyszertan, belgyógyászat, neurobiológus, stb., hanem a máj. És akkor azt próbálják, hogy na, akkor a, a májba történő folyamatokat próbáljuk már megérteni, a, azok segítségével az urológia, be, vegyük be, hogy a májba lévő szövetek hogyan fejlődnek. Tehát egy holisztikus megközelítés. És én nem tudom, hová, hová jutottak, de ez minden esetén én érdekesnek tartom, hogy, hogy, hogy ahol, ahol, megvannak ezek a specializálódásos, azért előbb vagy utóbb felbukkannak kutatócsoportok, pályázatok, amik megpróbálják ezeket összevonni. Tehát például a, 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 a legutóbbi a, a, a koronavírusok kapcsolatban persze próbálják, hogy a, a minél hatékonyabb oltásokat kitalálni, milyen módszereket, és akkor persze próbálják olyat, olyan módszereket kitalálni, ami nem csupán a korona, koronavírus ellen hatásos, hanem széles körben működik. Tehát ez egy ilyen érdekes, érdekes irányzat, hogy igen, megvan egy redikcionizmus, tehát specializáció, de ugyanakkor mindig is vannak emberek, kutatócsoportok, akik keresik a láncszemet, keresik a kapcsolatot. Most például a pont, ma mi van? Szerda, ugye? Igen, szerda. Tegnap indítottunk el egy új, ez, egy, ez remélhetőleg egy ilyen statisztikai eljárás lesz, amiben egy olyan, olyan módszert próbálunk áthozni, az ökológiába, amit a, a social scientist, tehát az a szociológiába dolgozó kutatók fejlesztek ki. Nem tudom, hogy sikerül, de megpróbáljuk. Tehát mindig vannak ilyen áthallásoknak lehetne ezt nevezni. Meg egyébként nagyon unalmas lenne, hogyha, hogyha mindenki csak egy dolgot csinálna. Ha szóba jött már az, az oktatás, akkor. Én úgy olvastam, hogy már az ön kezei közül 33 PhD-s tanítvány került ki, és 16 posztdoktori pályát mentorált. Egy interjúban azt mondta, hogy a Szent Györgyi Albertet nézte, hogy a tudós az az ember, aki miközben mászkál a világban, ugyanazt látja, mint bárki más, de miközben ugyanazt látja, olyan dolgok jutnak eszében, mint előtte soha senkinek. Ezt tartja a tanítása alappillérének? Hú, oh, jó kérdés. A, hát igen, igen, ez egyébként érdekes volt, szerintem a 70-es évek elején volt, amikor ugye Szent Györgyi Kanadában élt akkor, és a tévében volt egy interjú és azt már is emlékszem, hogy az úgy, úgy bennem maradt, mert Ugye hát gazdag nemzetek, ugye hát ugye a gazdag emberek most már milliárdosok, ugye felmész a Marsra, vagy elmész a Jupiterre, belefektesz 5 milliárd dollár, hát biztos valami újat látsz. Tehát ebben olyan, hát, már hát bocsánat, hogy csúgy, ez olyan nem nagyon megdöbbentő, hogyha iszonyú összegeket fejlesztesz, fektesz, valami újat látsz. A Szent Albert idézet, ez nem erről szól, az arról szól, hogy látsz dolgokat, tehát amit már, amit már mások sor megtanultak, megtanították, és akkor hirtelen valami olyan, olyan jut eszedbe, ami egy új magyarázatot ad. És nagyon sok cikk eredmény, amit én, én úgy gondolom, hogy én hozzájárultam, vagy talán tőlem is jött, az pontosan ennek a, ennek a, a, ennek, a, ennek a, a, megközelítésnek a bizonyoknak. Oktatásban én úgy gondolom, hogy az első dolog a lelkesedés. Tehát az, hogy, a, az, hogy az ember szerese, amit csinál, tehát én nem, tudom elfogadni, nem is tudom magam elképzelni, hogy olyat csináljak, olyat csak amit nem szeret. Ez, az egyszerűen ez nem megy. Ez, ez, te is így vagy vele, tehát a, a közelharcban. Ez, az, ha nem, a, szívedet nem teszed bele, akkor az, az úgy nem megy. Élsport is biztos, hogy így van. Tehát középszerű sportoló lehet valaki, de ha nem élhal azért, akkor az nem lesz élvonalban. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a lelkesedés, érdeklődés, aztán valószínűleg azért a, a logikának benne kell lenni, mert hogyha, és ez a tanítása, és itt, itt mindig egy szokásos dihotómia, hogy vannak a kutatók, meg vannak az egyetemi oktatók, hogy a kutatóintézetekben a dolgozóknak szerencsére nem kell tanítani. De ezt át is lehet fordítani, mert nagyon sok kutatóintézetben a dolgozó az egyszerűen nem tudja egyszerűen elmondani, hogy mit csinál. Mert mi hozzá vagyunk szokva, hogy bejön egy, bejön egy hallgató, hogy az egyetemi hallgatók azért nagyjából azért értelmesek, ez akkor is nem, nem, lehet azt a zsargont használni, amit én a cikkbe leírok. Mert azt mondja, hogy bocsánat, most mi van? Tehát a, a, az egyetemi tanárkodásnak egy iszonyú nagy előnye, hogy mi rákényszerülünk, hogy próbáljuk a saját kutatásunkat egy közérthetőbb nyelven elmondani. Ez még valószínűleg még mindig nem, nem közérthető hogy a Jóskapista nyelvén, de valamilyen abba az irányba mozdul Tehát ez szerintem az egyetemi tanár, tanárságnak egy jó dolga, hogy az ember próbálja leegyszerűsíteni a rendszert, hogy más is megértsen, és akkor ennek a, ennek a, haszna, hogy én magam, mint oktató jobban érnek. Szerintem ez, és akkor valószínűleg közvetlenül ezután én hozzátenném a kritikus kritikus gondolkodás, ami, mi azért nagyon-nagyon nehéz, és ebből a Szent ugye én ebben a rendszerben nőttem fel. Ezt is csináltam, azért itthon ennek nincs nagy hagyománya. Nagyon sok nagyon jó tanár, vagy nagyon sok nagyon jó felkészültsége szakember van, de az egész egyetemi oktatásban ez a lépés én szerintem sokszor hiányzik. Hallgatok, nem tanuljam, hogy bocsánat, nézzük már meg, hogy mit is jelent ez onnét jön, milyen módszerrel, és a vég az elhiszem-e azt, vagy se. És ez, ebből a szempontból az angliai ö, oktatás az, ö, az, az, nagyon kemény, mert a végzős hallgatóink, tüm, ö, ők soha nem, akkor soha nem kap nagyon jó jegyet, hogy csak elmondja, hogy ö, amit ők ö, olvasott egy cikk vagy a könyve, ha nem teszi hozzá, hogy ennek mi a jó oldala és mi, a, akkor soha nem lesz belőle jó. És szerintem ennek így kell lenni. Tehát pozitívan kell hozzáállni a, 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 egy adott tárgyhoz, vagy egy ismeretanyaghoz, de ugyanakkor azért kritikusnak is meg kell maradni. Tehát ne, ne, ne tudjanak. Tehát, és sajnos ez visszajön, hogy hogy a, nagyon sokszor az emberek olyat, olyat hisznek el, ami, ami végül is teljesen nyilvánvalóan nem igaz. Mert a teljes oktatási rendszerünk lényegében a, az egyetemnek próbál megfelelni így vagy úgy. Tehát, hogy mindig onnan szivárog le a státuszkó, hogy minek kell megfelelni. Hogy látja, mi az, mik azok a pontok, amiket érdemes lenne megváltoztatni, mondjuk egyetemi szinten, és hogy ha ez szivárogna le, akkor talán megjelennének azok a kritikus... Konstruktív gondolkodású ah. kreatív Nem, Nem, de... ez, nem, 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 de ez egy teljesen jó kérdés. Jó szakemberek kellenek. End of discussion. Tehát az, hogy ki mit gondol, milyen háttérből jön, milyen személyes tulajdonság van, ez, ez mind végül, és ez olyan, mint a biznisz, olyan, mint az üzlet. Vagy megy, vagy nem, hogy aztán ki miért, milyen háttérből jön, mit gondol, milyen pártállás, milyen az. gyerek szedjük ki jó kell csinálni, vagy nem jó. Tehát, hogyha nekem jön egy asztalos, és akkor elmeséli nekem az életmunkás, hogy milyen engem már bocsánat, nem érdekel. Az érdekel, hogy az asztalos jó asztalt csináljon, és, és, és normális árba. Egyetem pontosan ugyanez. Jó felkészültségű szakemberek kellenek, akik produkálnak, és ezért meg is kapják az elismerést. Tehát ez, ez egy ilyen egyszerű dolog, csak ugye nagyon sok bukta van, nagyon sok, sok a rendszerbe feszültség, ilyen, olyan, amolyan, de végül hogyha a, a, azt látom, hogy, hogy itt van a, a legtöbb, azt nem, nem mondani, hogy legtöbb, de sok területén a természettudományban nagyon nehéz, értelmes hallgatókat, kutatás felé orientálni. Hát nyilván vannak, vannak területek, információ, technológia, szakma, ami elszipkáza, mert mi valószínűleg nem vagyunk elegendő, elegendően attraktív célpont neki. Hát miért? Hát valószínűleg részben azért, mert mi nem is, nem is megyünk a, oda az iskolákhoz, nem is próbáljuk magunk körül verboválni a, a legjobb hallgatókat, de az se segít, hogy az egyetemeken a fizetések még mindig, és most már még, még nagyobb a különbség, mert ugye a kutató, köz, kutatóintézetekben emelték a fizetéseket szerencsére, még az az se segít, hogy az egyetemi emberek, a jó fel, egy professzor nincsenek megbecsülve anyagilag. És a fiatalok ezt látják. Tehát azt nem, nem, lehet eszi, nem eszi, nem kap más, azt csinálni, csinálja, ezt nem csinálják. Fiatalok mennek, itthon is mennek, külföldre is mennek, tehát itt fel kell készülni arra, hogy, hogy jó kell csinálni, de ugyanakkor azt meg is kell becsülni. Azt a fajta tüzet és lelkesedést ön látja a mostani tanítványaiban, mint ami önben van? Hát ezek, nem tudom ezeket, nagyon nehéz összehasonlítani, az ember egyrészt nem is magát sose látja kritikusan. Azt nem tudnám mondani. Én szerintem a jó felkészültségű, érdeklődő fiatal az pontosan annyi van, mint a mi időnkben volt, csak ezek egy részét, elszíp, sőt, jelentős részét, ahogy én látom, elszipkázzák nagyon sokan. Eleve mennek nyugat-európai egyetemekre, innét indul a dolog, és ezek töredéke jön vissza ilyen olyan okokból, akik itthon maradnak, ami szerint, még nekem nagyon sajnálatos, de mi, 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 Nem, az emberek mozognak, tehát most már EU, nem EU, most már mindenki megyünk, a Covid próbálja ezt visszanyomni, de mindegy. Tehát azért mozgás van, ami végül is ez az emberi természet. A, azért itthon is többet lehetne tenni azért, hogy a fiatal szakembereket megtartsuk, szerintem vannak is erre, 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 erre kezdeményezések. Itt, itt nem elég csupán a pénzeket megváltoztatni, hanem az intézmény rendszereket is meg kell változtatni. Egy dolog, amit én, én már több, több szakembernek mondtam, hogy én mindig el vagyok, el vagyok tényleg ámulva, hogy itthon milyen jó szakemberek vannak. És amikor, amikor oda teszem, hogy ezek a szakemberek milyen rendszerbe, tehát milyen, milyen hogy tudom, ez adminisztratív rendszerbe dolgozik. Ez szuper, mert az egyetem is tele van nagyon jó szándékú szuper emberrel. Csak egy, csak egy különbséget hagy mondja, hogyha Angliába én el akarok menni egy, egy én azt csinálom, hogy megveszem a jegyet, elmegyek, és utólag beadom a számlát. Kész. Itthon legalább három aláírás kell hozzá előre, miután elmentem, vannak egyes dolgok, amit csak bizonyos közbeszerzéssel lehet, lehetnek. Tehát legtöbbször én, én nem akarok -e ezzel vesződni. Hiába van élvonal a projektem. Tehát, tehát a, 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 próbálom udvariasan megfogalmazni, a rendszer, az állami egyet, amit én látok, ez nem csak Debrecen, az, az egy többi egyetemben beszélek, az adminisztratív rendszert egyszerűen elfelejtették felújítani. Az emberek, akik benne vannak, szuper jók. Én, én akivel prób, akitől kértem, nekem mindenki segített, tehát az emberek nagyon jók, de a rendszer bürokratikus, és ez olyan, mintha egy, egy most ide jön a BMW, és akkor próbálná egy, egy szocialista rendszerű gazdálkodási rendszerbe az ő pénzügyet, raktárgás beleten, Hát a BMW öt perc múlva elmenne innét. Hát ő, 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 ő világszívvonal akar dolgozni, gyerekek, hát ő, ő nem ezt akarja. És egy picit hogy az egyetemek már úgy alakulnak, de azért ez nagyon-nagyon lassú. Tehát egyszerűen a, a, a rendszer, a rendszeren kellene változtatni, hogy legalább azt a meglévő pénzt, tehát most ebben nem, nem a pénz, de a, a, a pénz az, az nyilván az egy másik dolog, de hogy ezeket lehetne hatékonyabban felvenni. És szerintem az egyetemi, egyetemeken ezt, ezt a legtöbb ember, én úgy gondolom, hogy ezzel egyetértene, csak ugye ezeken nem elég egyetérteni, ezzel változtatni kellene. Igen, mert ahogy meg rátekintünk a Debreceni de. Egyetemre, azért most ö, nagyobb a költségvetése már jó pár éve, mint Debrecen városának, és elképesztő ö, ütembe fejlődik. Igen, Tehát, igen. hogy sétálok egyet a klinikán, sétálok egyet egy év múlva, és hopp, olyan komplexumok vannak, hogy le a kalap az egyetemi vezetés előtt, csak ö, szerintem ö, Szokták azt mondani, hogy ugye, ha a háborúknak egyetlen egy előnyük van, az, hogy lenullázzák a bürokratikus okay. rendszereket, és lenullázzák a törvények egy részét is, mert hogy nagyon sok olyan dolog marad, ami elavult, és ott van, igen, igen, és hátráltat. Igen, igen, én, én nagyon szívesen vagyok Debrecenben. Én nagyon szeretem, az egyetemen szülésén rengeteg, rengeteg támogatást meg el, elismerést is kapok. Ez az, amit én nem, nem érzek elegendően hatékonynak, hogy a, hogy a szabályozások, az administratív ügyintézések, és ezekkel azok szenvednek a legtöbbet, akik csinálják. Én Igen. szerencsére én kutató vagyok, és próbálom, próbálom azt, amit csak lehet. Tehát ez az egyetem, az egyetem a ez egy szuper jó intézmény, én nagyon büszke vagyok, hogy én itt vagyok, címzetes egyetemi tanár vagyok, de hogyha lehetne, meghallgatná valaki a kérdés, mi azt mondja, hogy az gyerekek, ezt ahogy csak lehet próbálni. Ugyanazt próbáljuk, amit ami a bankszakmában megtölt, hogy a többi gazdasági szférában próbáljuk egyszerűsíteni, gyorsítani, és az, hogy próbáljuk, próbáljuk segíteni az adott intézményen dolgozó szakembereket, kutatókat, a melósoknak a munkát. És akkor már eleve előre jutottunk, szerintem. Nyilván egyszerű ezt mondani, és valószínűleg milliónyi dolog van, de azért azt hiszem, hogy, hogy közös akarattal tudunk előre haladni. Engedje meg, hogy idézek öntől: egy interjújában hallottam, hogy megérteni és gyógyítani a természetet, ez lehet az emberiség boldogulásának a kulcsa, legkomolyabb ellenségeinket pedig saját magunkban érdemes Hú, keresnünk. Szint, ó, ez. Hát, ez nem az tudom, ez biztos. hogy... itt nem... amúgy? Ez ne? a mondat? Én azt áh, nem tudom. A... Ö... Hát az ember, hogyha egy picit is gondolkozunk, és én már abba a korba jutottam, hogy az ember egy picit a filozófia felé elmegy, hú, azért ez a homo sapiens egy nagyon kétélű fegyver. Szóval annyi mindent kitaláltunk, és annyira gyors most például az az oltás, hogy nem tudom, egy év alatt, másfél év alatt sikerült új oltóanyagokat hatékonyan kijuttatni, emberek milliárdjai számára. Ez valami elképesztő dolog. Tehát én azon csodálkozok, hogy, hogy, a biológusokkal nem állítanak szobrokat minden utca sarkon, hogy gyerekek, ti megmentettétek az emberiséget. Szóval én ezen csodálkozok, hogy ez nem történik meg. Mert ilyen csodák vannak. De ugyanakkor látom, látom a, a, sötétséget, és látom a butaságot, és látom a félére informáltságot is. Nagyon sok gonoszságot látok. És meglátom ezt az iszonyatos természetpusztítást, ami, ami, ami történik világszerte. Tehát gyakorlatilag most a világnak nincs olyan négyzetmétere, ahol az emberi hatás nem igaz. Ez az Antarktiszon is megvan, a jégben már ki, ki lehet mutatni. Az északi sarkon már ki lehet mutatni ezeket a Mert Mindenhol ott vagyunk szerencsé, szerencsétlenségünkre. Szóval ezt is látom hogy aztán a megoldás az, hogy most átmegyünk a Vénuszra, akkor azt elcsesszük, utána átmegyünk a Marsra, azt utána azt is elcsesszük, aztán átmegyünk. Én szerintem nem ez a megoldás, hanem az, ami megvan, azt próbálnánk legjobban megvenni. És ez, ez a, az emberiségnek a tudása megvan. A, ami hiányzik, az, 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 az gyakorlatilag az akarat, főleg azok részéről, akik, akik az emberek milliói felett, akár anyagilag, akár pedig politikai vonalon döntenek. Tehát nekik kell ezt. Tehát ez a kis emberek ezt, ezt nem fogják tudni elérni. Ők annyit tudnak, hogy jól dolgoznak, meg a, a saját gyereküket, családjukat próbálják úgynevezett tisztességes célok érdekében nevelni. Itt azoknak kell lépni, akik, akik, akik minket vezetnek. Ha visszatekintünk jóval az időbe, azért látjuk, hogy a, a rómaiaknál volt egy, a római birodalomnak volt egy olyan elgondolása, hogy az a tied, amit el tudsz pusztítani. Ezt arra értették, hogy ugye a veteránoknak úgy osztották ki a földet, hogy ami fát ki tudtak maguknak vágni, akkor az az övéké volt. És hogy igazából ez a római birodalom szépen itt a mediterrán medencébe az összes fát kivágta. Igen. Itt gyönyörű citrusok voltak, fenyőerdők, és lényegében most homoksivataggá, kősivataggá változtatták. Hogy ha, de amikor meg egy kicsikét bele tekintettem például a Kárpát-medencének az ökogazdaságaiba ökogazda vagy gazdálkodásába, akkor itt Fokokat láttunk, ár, árvízrendszereket uh -huh. láttunk. Uh -huh. Tehát egy nagyon-nagyon komplex, intelligens együttélést az adottságokkal. Hogy, hogy látja? Mindig jön egy birodalom, ami, a, ahol, ami felülírja a, ezeket a szabályokat, ezeket a tudásokat, mert hogy amúgy a tudás ott van és akkor olyan problémákat csinál, ami, ami utána Hú, az ez, unokák nyögik? Hát biztos, hogy így van sajnos, mert, 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 mert sajnos még hiába próbálunk hosszú távon gondolkozni, mindig rövid távra sikeredik ez. Hát a politikai vezetést hány évre, négy-öt évre választjuk? Hát nyilván itt, itt egy, egy megválasztott vezetőnek az az érdeke, hogy ezt a, a négy-öt évet túlélje, jól jó menjenek, és akkor utána megint megválaszták. A... Hát, a, hát igen, a mediterrán én dolgoztam, én két helyen dolgoztam Törökországban, ott a Adana mellett dolgoztunk négy éven keresztül, meg, meg azért Portugáliába is. Két-három két, éven keresztül az Ágában én kutattam. És érdekes látni, és egy, egy, a pontosan, ahogy mondod, egy kicsit szomorú is, mert végül is a Mediterránium a világ egyik, nem az egyedüli, de az egyik bölcsője a civilizációnak. Ugye, amit most nyugati civilizációnak nevezünk, ez a Mediterránium, hogy a görögök, rómaiak stb. alakították ki de ezzel egy időben a, a, fák is eltűntek. Eltűntek, hát még a 30-as években, gondol az ember a dali festmény, a tonhal, vadászat, tehát a Spanyol, a Spanyolországban faluk voltak, tengeri faluk, akik a tonhalból éltek. Tehát annyi tonhal volt, hogy azok mentek kifelé az Atlanti óceán, elkerítették őket, és akkor annyi tonhalat gyilkoltak le, hogy az elég volt egy évi, egy évi jövedelméhez egy család. Most ezek régen, régen ezek megszűntek. Hát a, a, sajnos a, a trend az, hogy hogy, hogy hogy meg tudnánk ezt állítani. Az egyik megállítás az, hogy a természetvédelmi területeket fenntartjuk, ha valami, akkor azoknak a védelmét erősítjük. Tehát nekünk ugye itt van a Nagyerdő, itt van a Hortobágyi Nemzeti Park, tehát ezeknek a védelmét a jövő, Debrecen város jövőjének érde, erősíteni kell. Hogy milyen trendek vannak, hát arról én nem akarok beszélni, mert nem is tudom valójában, de azért ez egy veszélyes trend, amikor, amikor egyéni vagy néhány csoportnak az érdeke próbálja felülírni egy, egy népnek, vagy egy nemzetiségnek, vagy akár egy országnak is a közös, közös érdekét. Nagyon nehéz ezt elkerülni. És hát én szerintem, hogyha a biológusokat őszintén megkérdezik, akkor túl sok pozitív választ nem fogunk kapni. Jeff Diamond írt erről egy könyvet, Collapse. Hogyan írtják ki civilizációk önmagukat? És hát bízunk benne, hogy mi nem fogjuk ezt csinálni. Igen, mert ott a szigetekről olvastam, ahol az történt, hogy. Hogy elkezdték kivágni a fákat, mert ugye volt ott egy papság, és ugye ott még nem volt hmm. munkamegosztás, hanem ott mindenki magának végezte el az összes életéhez kapcsolódó feladatokat, és a ezeket a fákat elkezdték, ugye ezeken görgették, uh -huh. ezeket a Persze. hatalmas. Ö totem Igen, szobra, Igen. szobraikat, amiket elvittek ugye a sziget szélére. Uh -huh. Na és ennek következtében, hogy mentek ezek a görgetések, és kivágták az összes fát, ott ugye óceánék hajlatúra egy rengeteg csapadék van, és lényegében kimosta a táptalajt aluluk, és amikor már ugye eszméletek késő volt, próbálták kövekkel megállítani, és lényegében kipusztult a uh -huh. sziget teljes lakossága. Jó, hát ez nyilván vannak, akik nem, nem így, így látják, tehát ez a, a tudomány, a tudomány, hogy mindig vannak viták a részleteken, de én azt hiszem, hogy, hogy, hogy hogy ezek az ökológiai katasztrófák nagyon sok esetben tényleg emberi, emberi tevékenységre vezethető vissza. Na most a mentségünkre legyen mondva, azért sokszor nem látjuk előre, hogy milyennek a következő. A Tisza szabályozás, így a szétsényi. A <tosz> nagy dolog volt, hát hol járnánk most? Tehát, hogyha nem lett volna a Tisza szabályozva, akkor szuper jó mocsarak lennének, nem tudom, tehát Hortobágy falutól valószínűleg, nem tudom hány, kilomé, 50-80 kilométerre. A biológusokon kívül más nem biztos, hogy örülne neki, mert ugye malária lehetne, stb. Szóval, szóval azért vannak dolgok, amiket meg kellett csinálnom. Na, hogy aztán hosszú távon mi ennek a következménye, az szerintem ökológusok a legjobban felkészültek, akik ezt meg tudják jósolni. Ezért mondtam azt, hogy az ökológusok olyan, mint, a, mint egy doktor, ilyen természet Még mi is azt tudjuk azért sokszor, mert ez egy, egy ökoszisztéma az iszonyúan bonyolult dolog, tehát azt rendesen megérteni, fú, azért sok minden kell hozzá. De az is biztos, hogy, hogy maga az emberi, emberi, emberiség egészségügye érdekében és meg kell értenünk, hogy milyen betegségek vannak a természetben, hogyha találkozunk ezekkel a jószágokkal, milyen betegség, mint például a koronavírus, hogy potenciálisan egy állatból jött, az még persze nincsen eldöntve, de az egyik elképzelés az, hogy, hogy, hogy állatoktól került, került az emberbe. Tehát végül én ugye én ökológus vagyok, tehát én, nem, én ezt, ezt fogom mindig is hangsúlyozni, hogy azért az élővilágot azt töredékébe ismerjük csak, tudnunk kell nemcsak csak az, hogy milyen jószág hol él, hanem azt is, hogy mit teszik, milyen betegségeket hordoz, és hogyha történetesen mit csinálunk egy környezeti változás, amit éjjel-nappal csinálunk, megy meg árkotások, meg akkor egy újat, újat építünk, azért ezt alaposan át kell gondolni, hogy mi ennek a lehetséges következménye. Nem szomorodik el akkor, amikor járja a világot, és már nem talál olyan helyet, ahol, De. Nincs emberi beavatkozás. Van még olyan? Hol nincs. van olyan hely? Hát, ahol ö... nincs egy zacskó, egy műanyag, egy fa nyom. Találunk még ilyet? Ö, hát direkt olyan van, persze, tehát azért tehát ilyen vizes makro, makro jelenség azért nagyon sok helyen, helyen nincs. Tehát tehát azért vannak a, a sarkvidékek, Szibéria, Észak-Amerikában is és nagyon sok nemzeti park van, ahol ahol ilyen makro, tehát én nem lát szemetet, mert történetesen arra nem, jár, nem, nem léphetnek oda be emberek. De ezek a mikro, mikroszennyezések már sajnos mindenhol megvannak. Hát igen, az első dolog az, hogy, hogy, hogy én úgy vagyok vele, hogy én ugye kutatónak érzem magam, kutatónak, meg oktatónak. A mi feladatunk az, hogy leírjuk, hogy mi van. Tehát persze valószínűleg nem egy volt például Madagaszkárban, elkezdtünk egy kísérletet, és hát hogy egy hónapig dolgoztuk, megtaláltunk minden madárnak a fészket egy területen, egyik reggel feltűnt három buldózár, és teljesen illegálisan, mint kiderült, a fészkeink nagy részét ott a szemünk láttára eltaposták, mint kiderült illegálisan, de valakinek személyes érdeke volt, lefizetett ott a helyi embereket, és csinált egy repteret, anélkül, hogy, anélkül, hogy a helyi falusiak is tudhattak. Ez nem a legpozitívabb élmények egyike. Aztán persze utána kirúgták őket, meg bezárták, de a területet nem lehetett már visszahozni, mert illegális volt. A, a, tehát az, én úgy gondolom, hogy az első feladatom az, hogy én elmondjam, hogy ott mi van, és tényleg nagyon sokszor az a helyek, ahol mi vagyunk, a mi megfigyeléseink, mi riport, mi cikkeink, az első, aki elmondják, hogy gyerekek itt ez van, de az, 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 baj. Tehát ott a probléma, és akkor utána mi azért próbálunk túllépni, azt is keresünk, hogy sokkor mit lehet csinálni. Tehát sokszor elkezdünk dolgozni, a helyi egyetemmel, na gyerekek, akkor ezt indítsuk már így be, egy felmérést, próbáljunk már erre közös projektet csinálni. Szóval próbálunk, próbáljuk nem csak, a, nem csak dokumentálni, hogy mi van, hanem próbáljuk az ellenpólust, tehát próbáljuk a helyi civil szervezeteken, természetvédő szervezeteken, egyetemeken keresztül ellen, uh, ellen erőt felépíteni, és a bízva, uh, bízva uh, ezzel abban, hogy, hogy, hogy uh, lassítja az ember, vagy teljesen le is lehet állítani ilyen kedvezőtlen folyamatokat. Tehát egyfelül tényleg uh, egy kicsit uh, negatív, Meg hát elkeserítő, azt én nem mondanám, de szomorító, elszomorító, ami történik. De ugyanakkor ott van a lehetőség, hogy ezeket, ezeken tudunk változtatni. Nem mindig, de nagyon sokszor tudunk változtatni. Fel akartam hozni pont Madagaszkárt, mert ott ugye kevesebb mint húsz év alatt a, az esőerdőnek a 70%-át leírtották, vagy még több. Most már hát... csak ilyen tájvédelmi körzetei vannak, és ott a, a 70-es években még Madagaszkárt sűrű erdő fette. Hát igen, az, azért már az, az, az korábban elkezdődött sajnos, mert malgasiak a, a, ahogy ugye egy fejlődő ország, egy időben a világ le, tizedik, legszegé, tizedik a legszegényebb országa, volt. Ugye meg kell élni? Hát hogyha ha egy, egy, egy család fenntart egy, egy anyát, vagy egy apát kérdez, és azt mondja, hogy na most akkor ez a védett madárfa éljen, vagy holnap adjon a gyerekének kaját, hát akkor nem kérdés, hogy melyeket választja. És, és ez történik ott. A, a, azért a, 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 ez a környezetpusztításban az is benne van, hogy politikai instabilitás volt, tehát amikor mi elkezdtünk dolgozni, 2002-ben kezdtünk el Madagaszkárba dolgozni, akkor azért nagyon sok, te, nagyon sok nemzetközi szervezet, hát pumpálta a pénzt gyakorlatilag Madagaszkárba, és segítették, tehát uh, Conservation International, WWF, stb., és ezek azért az országos szinten is jelentős jelentős uh, anyagi erőt képviseltek, csak hogy jött egy, egy puccs, akkor a nemzetközi szervezetek azt mondták, követik a, adott, kor, tehát a külföldi kormánynak a politikákor embargo, és akkor kijöttek az országba. Hát ennek kvázi az lett a következménye, hogy, hogy ott megvoltak a nemzeti parkok, csak ugye a, természetvédő hatóságnak nem volt fizetése, a területkezelőknek nem volt pénze, és így a, falu, és a falusiak meg egyszerűen kellett, hogy faszén gyűjtsen, mert anélkül nem, tudják a, nem tudnak tüzelőanyagot teremteni. Tehát végül is a, a, politikai instabilitás az kinyitotta az ajtót, a, a tehát nagyon sok állatot kicsempésztek, tehát védett jószágot megöltek, kicsempésztek, stb. És ő, kinyitotta a lehetőséget, hogy kontrollálatlanul tudták az emberek a, a saját érdekükbe a, a meglévő erdőt, természetes közösségeket használni. Tehát a politikai stabilitás és a politikai jó akarat, az, az, az elengedhetetlen bármelyik országban, és ahhoz, ahhoz hogy a, a, természeti kincseinket, én itt a nemzet és, a, és a, a, az, az, ország természeti kincseire hosszú távon megőrizzük. hát ez is benne volt, tehát nem csak az, hogy tehát igen, a számok azok tényleg elképesztőek, és nagyon szomorúak, ezt meg kell jelennem mi annyit próbálunk, hogy azokon a, Tuliára Tuliári Egyetemen mert vannak kollaborációs kapcsolat, a, a próbálunk egy területen, most is dolgozunk egy pályázaton, hogy jobb, jobb, jobb természetvédelmi működést segítsünk el. Ez nem mi nagyrészt szikesekkel dolgozunk, a, 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 a trópusi erdőkkel ott nagyobb problémák vannak. Látni. Akkor hasonló történik Brazíliában is, ahol viszont ö, ö, eléggé barbár megoldásokhoz folyamodnak, mert ugyan fel sem használják a fát, hanem egy az egyben leégetik. Hát persze ez a, hát igen, ö, nem, nem, nem vagyok a brazil helyzetnek külön szakembere, de az minden esetre nem, nem segít, hogy hogy az ország vezetése az, az, az gyakorlatilag természetvédelem ellenes hogy ennek milyen hatása lesz, persze rövid távon, hogy jó, megkírtják az esőer és akkor behoznak 500 marát, és akkor azt eladják a mcdonalds vagy nem nem akarom a McDonald'sot, szegény, hanem bármelyik burger cégnek eladják, tehát ebből jó hasznot hajtanak, csak hogy ez a, ezek a talajok hosszú távon el állódnak ahogy, ahogy említetted is, és utána menni kell új területeket fenntartani. Aztán ez a klímára milyen hatás? Én szerintem elég nagy hatással lesz az, mert ezek az esőerdők ugye párologtatják a vizet, hogy saját mikroklímát alakítanak ki, hogy aztán a hosszú távon milyen lesz ennek a hatása, szerintem nem lesz túl, túl, jó. Ez szerintem az ország vezetése, hogyha nagyon akarják, ők tudják, csak, csak nem, nem tartják fontosnak. Magyarország hogy áll erdőügyben? Hú, én nem vagyok szakember. A, hát az erdészek, erdő, erdőbe dolgozó ökológusokat, meg erdészeket kell megkérdeni. Én annyit látok, hogy, hogy ugye én Borsodban nőttem fel, és, hát, és a bükkbe voltunk, erdők megvannak, azért a legtöbb magyar erdő az művelt valamilyen szinten, valószínűleg történelmileg is művelték őket, csak ugye a művelésnek is több szintje van. Van a enyhe, van a közepes, meg van nagyon erős. Tehát ezeket szerintem úgy lehetne kezelni, hogy, hogy hosszú távú programokat kellene kidolgozni, tehát ehhez csak úgy lehet, hogyha az a a dolgozó szakemberek, meg az ökológusok, akik értenek el, én nem, nem értek különösebben az erdőhöz, azok, azok, leülnek, és próbálnak egy közös álláspontot kialakítani, és akkor van egy országos szintű vezetés, ami, ami hosszú távon az érdekli, hogy a magyarságnak, Magyarországnak 20 év múlva, 50 év múlva is legyenek olyan erdői, amik, amik, amik értékesek. Nem csak, nem csak fa anyag szempontjából, mert ugye ez a nemzet értéke, hanem, hanem ökológiai szempontból is értékesek. Igen, mert minden mellett ugye a lényegében a vizeinket is teljesen tönkre tesszük. Nem csak a műanyag szennyezése, most már azt mondják, hogy, hogy egy hatalmas kontinensnyi, 2 millió négyzetkilométernyi, három-hat méter vastag műanyag álkontinens úszik. Persze. Hát ennek a mérete, hogy mekkor ott mindig beesülik, de ez tényleg elképesztő, ez sajnos ez így van, ez cirkulál, több is ilyen van egyébként, nem, nem csak egy. Én a, hát ugye mi dolgozunk tengerpartokon, tehát mi az öldfoki szigeteken dolgozunk, ott Madagaszkár is tengerparton van. A, gyakorlatilag az a sziget, ahol én sokat dolgozok májú, az a Zöldfoki szigeteken, Kevés ember van, és nagyon könnyű olyan, olyan tengerparti homokos vagy sziklás partra jutni, ahogy akkor hetekig nem jár senki. Tehát ember ott nincsen. Fú, az iszonyú mennyiségű szemét, az ez elképesztő, mert ugye kimossa, kimossa a tenger, és az ott van valahol a tengerben, valamennyi lesüljed, akkor a kisteknősök megeszik, Fú, hát azért ez sajnos ez az humán, ez az emberi mentalitás, hogyha én a, a, a szemetet kidobom a házamból, akkor az már nincs is. Hát sajnos nem, mert ha kidobom a ház házam ablakán a szemetet, akkor az a másik házba esik bele, sajnos, és az valahol az emberi természet nem nehezen akarja elfogadni, hogy mégis én a, a, a szomszédos házat szennyezem, és az jelen pillanatban, hogy az óceánok sokáig úgy tűntek, hogy a szemben nem is lehet kifoly, kider, ez de mekkora hatalmas tisztő Hát az úgy néz ki, hogy nagyjából sikerült tönkretenni. A... Egyik kiemelt érdeklődés és kutatási köre a nemi szerepek és a nemi szelekció, a szülői törődés és az ivar ivarmegoszlás hatásai a populációs viselkedésekre. Na, ez ezt szépen, szépen azt... fel tudtam olvasni, igen, egyben igen. sikerült. Igen. Én ültem egy asztaltársaságnál, és azt bátorkodtam mondani, hogy a hűség uh -huh. az nem szimplán az egyéni döntés, hanem ez ö, ö, a környezet kérdése is nagyban. Ah, okay. És hát ugye nagy felháborodás volt a, a nők körében, hogy hát ez, hát hogy ez nem így van, és akkor én próbáltam érvelni amellett, hogy, hát, hogy nyilván egyszerűbb hűségesnek maradni, akkor, amikor az ember nem kap felkérést persze, táncra. Persze, És hogy elképesztően nehéz, amikor olyan táncra kap felkérést, ahol mondjuk a másik nem egyede, borzasztóan vonzó számára. Ja, hát ez persze, ez nem az nem, igazad is van, ezt én, hát én gyakorlatilag igen, jól összefogatom, hogy mit csinálunk, csak mi egy picit tudományosabban nézzük meg. nem Szerencsére nem embernél, mi állatoknál nézzük, ahol hogy kevésbé problémás. Hát igen, a, tehát én szerintem abból kellene kiindulni, hogy, hogy ugye mi végül is emlősök vagyunk, a homo sapiens valahol ott, tetszik, nem tetszik, azért valahol mégiscsak a fő emlősök közé tartozik. nagyon sok biológiai ö, 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 dolgot hoztunk, kezdve köz, a génektől, kezdve a fejlődés, stb. A, az egyik tárgy, amit én tanítok, az egyébként ivari konfliktus, tehát ez egy, egy speciál kollégium, amit ta, tanítom, és az arról szól, hogy, hogy hogy minden, mindkét nemnek, tehát a férfiaknak, a nőknek, vagy nőstényeknek hímeknek is megvannak a maguk stratégiái. A klasszikus példa az az oroszlánok. Az oroszlánok társadalmi rendszerébe az a szokás, tehát ugye oroszlán falkába élnek, két-három hím, 6-8 nőstény. A nőstények azok egymásnak a rokonai, ezek testvérek, tehát nővérek, meg, meg anya, gyereke, nagymama, stb. együtt a hímek is rokonok, de csak egymásra. Tehát az oroszlánoknak az a rendszer, hogy a, a kis fiú oroszlán, amikor ivar akkor kizavarják őket a, család. Mi történik? Hát kóvájuknak egy kicsit, és egyszer csak rajta ütnek egy másik oroszlán falkán, és elűzik a hímek. Az azért, múlt héten voltunk a Miskolóciói állatkertben, és azok most azt hiszem ez az, az első alkalom, hogy egy hím oroszlán 10 centire pihent az üvegfal mögött, még egy nőstény oroszlán is ott volt 50 cent, ez még egy nőstény oroszlán, ez egy iszonyú jó Egy hím oroszlánról nem is beszél, szóval ezek a hímek gyakorlatilag kirúgják a, a, az öreg csávókat a, 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 falkából, és mi történik? És van néhány évük, hogy a, hogy a, a, a saját genetikai jövőjüket biztosítják. Tehát az első dolog, amit a hímek csinálnak, hogy azok a nőstények, akiknek kisgyerekük van, tehát kiskölykök, azokat kinyírják. Miért? Hát egyszerűen azért, mert ahogy elpusztul a gyerek, a, abban a pillanatban, nem rövide idővel a, a nőstény az, az ovulál, és akkor szaporodóképes válik. Na most ezt, hogy többféleképpen lehet nézni? A nőstény persze védi a kölykét, mert ugye ő már kihordozta, vemhes volt, stb., meg szoptatta, tehát ő, ő keményen védi a hím ellen, de ugye a hím rendszer egy nagyobbak, erősebbek, tehát sikerül nekik elérni, amit akarnak. Most nézheti az ember ezt a nőstény szempontjából, hogy itt van ez az agresszív, agresszív, domináns hím, és ezt a szerencsétlen nőstényt a gyerekét megöli. Lehet így nézni? De lehet a hím szempontjából is nézni, hogy azt mondod, hogy bocsánat, nekem van egy évem, hogy én genetikailag fennmaradjak, hogyha én próbálom, mint a jószívű cukros bácsit játszani, akkor én nem létezek a jövőbe. Most kinek van igaza? Hát mind a kettőnek. Tehát az állatvilág az tele van ilyenekkel, és végül a, 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 valahol az a, az a egyféle konklúzió, hogy nincsenek Nincsenek pozitív hősök, meg nincsenek negatív hősök, és lehetne a, a pókokat vagy az imádkozó sáskát hozni, ami ugye azzal, a, azzal kezdi a párzás, hogy a hímnek a fejét leszedi most jó ez a hímnek, vagy nem jó? Hát valószínűleg nem a legkellemesebb élmény itt a fejét elveszteni, de az van, hogy azok a hímek, akik elvesztik a fejüket, azok sokkal több spermiumot juttattak be a nőstény, mint azok, akik megtartják a fejüket. Tehát akkor lehet gondolkozni, hogy most jobb egy fej, mint 25 több gyerek, vagy se. Szóval ez egy érdekes kérdés. És tehát a, 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 a nemek között megvannak ezek a különböző stratégiák, ugye a embernél is. Mi annyit vizsgálunk, hogy ebbe a stratégiába, és pontosan a hűség, amit te említettél, a, a aránya igen, az tényleg, tényleg belejátszik én ugye egy kis faluba nőttem fel, és akkor ott tudja, hogy teenager srác, azért mi mindig tudtuk, hogy mely kocsmába vannak a jó partik, hol vannak a csinos lányok, hová lehet menni, és állítom, hogy egy, egy normális mai fiatal teenager srác vagy lány, tudja, tudja a lehetőségeket. Tehát az, hogy, hogy, tudatában vagyunk a, a környezetünkben lévő, lévő párzási, ez nevezzük ez párzási lehetőség, ez egy teljesen természetes dolog, és akkor ehhez hozzátartozik, hogy az emberek választanak, hogy hová jár, hová mennek, hová nem, és tényleg a mi vizsgáltunk, mondjuk madaraknál, meg, embernél is azért elég, elég, elég jó bizonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy érdekes módon, érdekes módon azok a, most mondjuk maradjunk a madaraknál, azok a populációk, ahol sok hím van, ezekben a populációkban érdekes módon nem az agresszió, agresszió megy fel, mondjuk Darwin ezt úgy képzelt, hogy a hímek akkor azok kigyilkolják egymást a kevés nőstény érdekelje, nem. Pontosan az ellenkező történik, azok a hímek, akik már megszereztek egy nőstény, azok védik. Tehát a, hímek közti agresszió arra szól, hogy szerezzenek egy nőstény, de hogyha már megvan egy nőstény, vagy Akár nevezhetjük feleségnek is, azt próbálják megtartani. A promiszkuitás a hűtlenség szempontjából a legveszélyesebb, amikor nagyon sok nő van. És ezt lehet látni emberi populációban. Miért? Azért, mert túl sok a lehetőség, kevés férfi van. És akkor a, a nagyon sok nő van, és akkor a, a, a nők próbálják megtartani a férfét, próbálják valamilyen módon magukat, de mindig vannak fiatalabbak, mindig vannak csinosabbak, mindig vannak, akik hamarabb hajlandók arra, amire, amire kellene, vagy nem kellene, stb. Tehát tehát a, 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 a madáradatok is, és az emberi adatok is azt mondják, hogy amikor, amikor egy populációban nagyon sok nőstény van, a, azok rosszabbak a családnak. Tehát, a, nem az a, a, tehát, mert akkor esnek szét a családom, a hímek ugyanis, vagy a férfiak kö, könnyebben válnak itt lenni. És ahogy mondtad, ez, ez az egy minden, tehát egy, egy tangóhoz két ember kell, tehát, tehát ezért ez a legtöbb dolog a, a párzási viselkedés szaporodásban az De érdekes, hogy a, a madarak meg, a, meg, az emlősök, embernél sok hasonló mintázat van végül, is a, a a, az, a madarak nagy része is egyébként családba él, és, és, és úgy általában monogám, nem teljesen, általában monogám. Általában, monogáma. általában monogáma, igen, igen, Mert ugye azt látjuk, hogy a népesség szempontjából, mondjuk, ha Magyarországot vizsgáljuk, a férfiak és a nők kiegyenlítettek egészen 65 éves korig, akkor van egy változás. Azért a férfiak egy picit hamarabb hullanak. De mégis azt vehetjük észre, hogy a II. világháborútól, Kezdve emelkedtek a, a válások, és lassan már ott járunk, hogy az első házasságok fele. Egyes régióban pedig 70%-a tönkre megy, és igazából itt ugye nem változott meg a, a, a iráta hanem valahol az történhetett, hogy, hogy feloldódtak azok a a tradíciók, amik a nőket talán szigorúbban ahhoz kötötték, hogy hogy mondjuk egy kötője, három párjuk legyen egy életedben, és megemelkedett azoknak a nőknek a száma, akik azt mondják, hogy hát határa csillagosé. Hát Ez káros a családokra? Hát én úgy gondolom, hogy én biológus vagyok, én úgy gondolnám, hogy ha valaki védkezik, az mind a fél védkezik, tehát, tehát amikor, amikor egy család szétesik, abba azért nagyon sokszor mindkét partner valamilyen szinten benne van. A, a, a családok, ezt nagyon szomorú, én is látom, nagyon sok barát, barátomnak szétesnek a családok, ez szerintem egy nagyon-nagyon szomorú jelenség, valószínűleg a modern életnek egy velejárója. Több komponense van, az egyik az, hogy ha belegondolsz, mondjuk nem tudom, 200, 200, több száz évvel ezelőtt egy pici faluba limitált, limitált férj és feleségjelő volt. Tehát nagyon kevés volt, tehát kevés volt a lehetőség. Most lemész a budapesti metróba, 5 perc alatt több potenciális. A potenciális, én nagyon idézőjelben mondom potenciális partnerrel találkozol, mint egy tradicionális társadalomban egy év alatt. Tehát rengeteg lehetőség van. Van, aki lép, van, aki nem lép. Tehát a, 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 az emberi társadalom koncentrációjával megnőtt a potenciális partnereknek a száma. Ez, ez valószínűleg egy faktor. Egy másik faktor egyébként az, hogy, hogy most már anyagilag szerencsére jobban élünk, mint 20 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy végül is nincs az a kényszer, hogy mindkét szülőnek együtt kell gondolni, hány, hány ilyen tehát látszatházasság volt, ugye tradicionálisan a férj meg a nő, a nő, magázta egymást, úgy különösebb érzelmi kapcsolat soha nem volt köztük, de együtt éltek, egy házba éltek, együtt nevelték a gyerekeket, mert ha nem, nem akkor, akkor, a férj nem, nem tudta a gyerekeket megszoktatni, az anyának meg nem volt pénze, mert nem volt, hogy onnét. Szóval ez a, az anyag, anyagi, 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 szükség is volt a, 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 a mindkét, mindkét szükség, Szülőre, most ezek már megszűntek. Az állam nagyon sokszor belép, magányos szülők ezt szerencsére támogatják, jól élnek, nagyon sok professzionális nő, férfi önmagában fel tudja tartani a családot, mert jól él. Tehát ez is része szerintem az ilyen demográfiai a családi változásnak, de mondom, hogy ezzel valójában én nem értek ezek mind-mind mind elképzelések, és valószínűleg ezt mi mondjuk nézzük, mi a jut eszembe, mi mi próbáljuk a, 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 vállási, igen, most jut eszembe, tényleg erről van, egy, van egy, van egy, projektünk, csak még az eredményeket nem akarom elmondani, mert nem száz százalékig biztosak. Tehát van, van kapcsolat, úgy néz ki egyébként, hogy, hogyha országok között is nézi az ember a vállási statisztikákat, és a, a, populációs ivarán van egy kapcsolat, de ugye nem lehet kizárni a, a a, a vallásosság, hogy mennyire 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 vallásosak az emberek, mennyire hisznek egy családképbe, mik, a, mik az anyagi feltételeik, stb., szóval ezek elég komplikált, komplikált analíziseket igényelnek. Egy év múlva mm. megmondom, hogy mit találtunk ki. Mm -hmm. és. <haz> <haz> és amit én nyilván úgy észrevettem, hogy Hogyha most már ugye egy ember is, tehát mondjuk egy anya vagy egy férfi külön fel tudja nevelni a gyereket, akkor igazából a kapcsolatukban kell valami olyan többlet tartalmat találni, ami, ami egybe tartja őket. Igen, igen. Mert hogyha megnézzük, akkor igazából azt látjuk, hogy nagyon-nagyon hogy nehéz valakivel együtt élni. És hogyha nincsen meg ez a túlélési kényszer, ami a, a, a homo sapiens illeti, de amúgy bármelyik élőlényt, hogy ketten tudunk túlélni, akkor Jó, ez nem egy... választják amúgy a gerincesek a. Tartós párkapcsolatokat, hogyha mondjuk bőséges a tápanyagellátottság? Hát azt hiszem pont nem, igen, igen. Tehát a madaraknál az a vizsgálat, ami eszembe az pontosan azt mutatja tényleg, hogyha sokat táplálik, akkor inkább csapodára, sokat csalálok. Igen. Tehát visszatérve azért a, a, a hűség, hűtlensége vonalára, azért itt vannak, vannak, vannak tendenciák, és, és azt hiszem, hogy a jó, jó elméleti modell van, amit Barta Zoltán kollégám, amit a Debreceni Egyetemmel készítünk, ez nagyon Zoltánnak a munkája volt. Tényleg pontosan ugyanaz, amit te jósoltál, hogy, a, hogy azok, a, azok a családok, ahol a férfi tud, specialista, tehát valamit, egy, egy dolgot nagyon-nagyon jól tud. A, a nő valami másba specialista, ez fenntartja a, a, a párkapcsolatot, mert gyakorlatilag kiegészítik egymást. Na most egy, egy, egy komponens ennek a rendszernek az, az is, hogy egyre inkább individuálisan neveljük a gyerekeket, a mi időnkben az, hogy tehát amikor mi Angliába kimentünk a 90-es évek közepén, akkor az összes angol barátunk az teljesen el volt képedve, hogy nálunk a két fiunk az egy szobába lakik. Hogy lehet ilyen, hogy lehet ilyen barbár szülő, hogy két két év van a két fiú gyerekünk között, egy emeletes ágyon alszik, hogy micsoda elképesztő szülői felelőtlenség, hogy még annyit se tud, hogy egy külön szobába tegyek. És azóta látom, hogy gyakorlatilag majdnem mindenki a mi ismerőseink közében, már mindenki egy gyerek, egy szoba, egy gyerek, egy szoba, egy gyerek, egy szoba. Nos, most ez nagyon jó, mert ugye most már a gyerek is megkér, hogy az az övé, meg a stb., de végül is mi individuál, tehát olyan kis herceggé, meg hercegnőként neveljük fel a gyerekeket, és ugye amit egy hercegnő, vagy egy herceg gyerek, úgy nő fel, akkor az első dolog az, hogy hát ő nem akar valaki máshoz alkalmazkodni. Ő megszokta, hogy ő azt csinálja, amit akarja. Tehát végül is mi a gyerekeinknek a jövőbeli párkapcsolatát teszünk nehezé, mert, mert, mert valójában egy kicsit azt sugaljuk beléjük, hogy ők a legfontosabbak a világ, biztos, hogy azok szegények. De ugye mi úgy, úgy, neveljük fel őket, csak ugye az a másik, azt is el kell nekik mondani, hogy azért bocsánat, azért a másikat is respektálni kell. Tehát valahol itt, itt a, a szocializáció, tehát individualiság felé Szerintem van egy, van egy trend, ami, ami a hosszú távú párkapcsolatok iránti igényt szerintem csökkenti. De erre nincs adatom, meg végül hm. ez csak ilyen megfigyelés van. Hm. A sok férfi tapasztalhatja ugye a modern társadalomban, hogy igazából majdnem egy generáció alatt a modernitás, vagyis hát igazából a posztmodern lényegében elsodort mindenfajta olyan tradicionalitást, amit mondjuk esetleg még a, a szüleinél, az édesanyjánál látott. Mm -hmm. És hogy nagyon sokszor ugye megdöbbenve, eh, ahogy belelépnek mondjuk egy házasságba, vagy egy tartós élettársi viszonyba, veszik észre, hogy hoppá, itt eh, már régen nem ugyanazok a, a szabályok, de hogy igazából nincsenek is új újak és, és ugye, hogy ez nagyon-nagyon nagy válság, hogy akkor most ki, mi, ki mit csináljon, ki minek a feladata, mm. és hogy országosan megnehezítette az együttélést. Hát igen, igen, ez, értem, hogy miről beszélsz. A, a, nem tudom, ebből a szempontból én tudós vagyok, tehát azt mondom, hogy adatokat kell látnom, tehát én szeretnék adatot látni, és akkor utána elmondom a véleményem. Én azt, azt látom, hogy, hogy amíg a mi időnkben, tehát amikor mi, mi fiatalok voltunk, akkor megjelent az újságban, vagy a tévében, hogy, hogy egy szociálpszichológus elmondta, hogy hát ez az új trend, hogy nem tudom, a fú, ilyen és ilyen rúzs, vagy a férfi kérdését csinálja, és akkor ezt kommentálták, akkor azért az emberek úgy, úgy figyeltek rá. Én nem azt mondom, hogy követték, de azért nagyon sokan úgy, úgy hallgattak, az valószínűleg túlzás, de úgy figyelembe vették. Most gyakorlatilag senki nem mer mondani semmit, mert valamilyen réteg felháborodik. 2000 százalék. És akkor nagyon paláve, ezért én én is a, a lehet, én nem szeretek emberről beszélni, mert ö, valakinek ö, valószínűleg nem teljesen az, az, az a vélemény, ami nagyon jó, csak kívül én tudós vagyok, én szeretem az adatokat látni, és akkor utána beszélgetünk. Állatok, eddig még nem beszéltek vissza. Tehát tehát még, még itt járunk, meg azért rendszerint, amikor állatokról beszélünk, akkor ott vannak adataink, és akkor arra arra építünk. Tehát én annyit látok, hogy a, hogy a társadalomban, és mondjuk ez egy sajnálatos dolog, a, a tudósoknak, vagy a, a szakembereknek a szerepe az marginalizálódott, a, a nem ők azokat, akik a közvélemény figyeli, meg nincs is idő rá, mert mindig nézzük, hogy mi a legújabb hír, ami öt perc múlva egyáltalán nem érdekes. Szóval ez szerintem egy picit megint azt jelenti, hogy jó, vagy valószínűleg a felgyorsult életnek egy 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 velejárója. Tehát, hogy valahol, valahol, amit értéknek lehet nevezni, a morális és etikai érték, az úgy, az úgy egy picit úgy hátra háttérben van szorít. Ez szerintem globális jelenség. A madarakat, ha a madarakat nézzük, akkor a nemi szerepeket mi az, ami átdimenzionálja? Ja. Mik azok a külső hatások? Ja, hát, azok ö, a hát, igen, pont azt nézzük a, a ebbe az élvonal vizsgálatban. A, hát a rövid válasz az, hogy nem tudjuk. A hosszú válaszról arról tényleg több órát tudnék beszélni. Amit mi próbálunk, az az, hogy próbáljuk, a, a, ugye az, hogy nemi szerep, tehát itt az, hogy biológiailag milyenek vagyunk, az az úgy nagyjából ott van a, a gének, amit kaptunk, az, ahogy minket felneveltek, tehát valahol ez úgy benne van, de az, hogy, 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 hogy a mi, a, ugye a nemi szerepnek mi, mi a, a biológia, evolúciós nemi szerepet nevezzük, tehát hogy hogyan viselked egy egy párválasztási helyzetbe megpróbálod, de a partneredet megtartani, vagy se, Hogyan gondolod az az utódodat. Ebben a két fontos komponens amit mi a mi vizsgálataink erősen alátámasztanak az az a környezet és pontosan ezt a környezetet említettem. Klasszikus példa az a, az a egy nehéz kihívó környezet mint például az Antarktisz a pingvinek esetében, vagy akár egy olyan környezet, ahol a kis trópusi békáknál a, 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 a peték nagyon gyorsan kiszáradnak, tehát a papának meg a mamának feldváltva kell nedvesen tartania. Tehát a két szülőnek együtt kell dolgoznia. Ez az egyik komponens, ugyan a pingvineknél is azért az, hogy kint mínusz 40 fok van, és, és hónapokig kell hónapok alatt lehet csak annyi táplál, ilyen kis garnélarákot rákot összeszedni, amivel az utódokat lehet etedni. Az egy iszonyú szelekciós kényszer, hogy együtt gondozzanak a, 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 szülők. A mi vizsgáltunk, egyébként mi dolgoztunk sivatagban is, és ott is a, a déli órákban 50 Celsius fok fölé megy a hőmérséklet, ahol, ahol a, a, a pont le, amit csináltunk, amit vizsgáltunk, a két szülőnek nagyon szinkronizálni kell, hogy felváltsák egymást. Itt nincs mese, tehát ott nem lehet vitatkozni, hogy én most elmegyek a butikba, veszek valami hülyeséget, vagy a más rác elmegy, hogy én a, a, a kocsmába akarok a haverok. Itt nem lehet, mert akkor nincs gyereke. Tehát egy nagyon erős kényszer van. Hogyha a környezet ilyen enyhe, tehát ö, ö, nem, nincs különösebb büntetés, olyan szempontból, hogy a, hogy a gyerekek viszonylag kevés szülői gondozást igényelnek, akkor lehet kavarni, akkor akkor papa, mama, mindenki azt csinál, amit akar, majdnem. Nagyjából ez a, ez a mintázat a madaraknál. Ez az egyik komponens, amit mi, mi <kül> vizsgálunk, és úgy, szerintem valamilyen szinten ez igaz. A másik az pedig az ivararány, ahol egy-egy az ivararány, vagy úgy, hogy nagyjából hogy a rendszerek beállnak, nem azt mondom, hogy csak monogámia, nem igaz, de hogy monogámia domináns, mert egy, egy hím, egy, egy nőstény, és akkor ott a, úgy a populáció, vagy elfogynak a képes egyedek, mert ugye egy, egy egybeállnak. A, a változatosság akkor jelentkezik, amikor nagyon a, a nőstények felé eltolt érvi van, vagy a hímek felé, és hogy miért van eltolva, az egy következő kérdés, hát ezt megint nem tudjuk. Mondjuk itt van a COVID, ez egy jó példa, hogy egy betegség mit okoz. A, a statisztikák szerint a a megfertőzések száma az abban nincs különbség, férfiak és nők egyforma, de a férfiak között kétszer, legalább kétszer van, úgyhogy országonként változik, többször nagyobb a mortalitás, a halálozás szám. Hogy aztán ez miért? Hát egyszerűen azért, mert a rossz génjeink vannak. Uh -huh. Férfiak, miért hallak hamarabb? Igen, igen, ezt sokat kérdezték. Hát igen, a, mi erről írtunk egy körülbelül egy éve, egy éve ezelőtt a cikket. A rövid válasz az persze, hogy nem tudjuk, de valószínűleg a, sajnos a génjeinkben van. Az az Y-kromoszóma, ami ugye bennünk megvan, ez, ez, ez nem vált az előnyünkre, a pontos okát senki se tudja, Még egy nőstényben vagy egy, egy nőben a kettős ivari kromoszóma van, ez egyféle biztosíték. Tehát hogyha valami mutáció történik, mutációsan, és elég gyakran történik, egy, és a mutáció rendszerint lefelé visz, tehát káros, akkor a, a megvan egy genetikai mechanizmus, hogy ezt a hibás kromoszómát figyelmen kívül hagyva. Tehát a nők egyszerűen használják azt a kromoszómát, ami nem rossz. Nekünk Under nincs ilyen. Nekünk ott van, és az X-kromoszómán van egy csomó gén. Az Y-kromoszóma egy, egy kis nokedli, egy nagyon-nagyon picike. Annyi van rajta, egy, egy, egy gén SRY, ami elindít minket a férfi útvonalon. Na, ami érdekes, és ez egy érdekes dolog, amit a Liker kollégámmal fedeztünk fel pár éve, és több más kollégával, hogy madaraknál pont fordítva van madaraknál a kakasban van az XX, tehát ott ott van a két ivari kromoszóma, és a tyúk az, ami végül is a, a férfiaknak a megfelelő, a, 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 a tyúkanyóban van, van az XY-nak a megfelelője. És hoppá, a tyúkanyó hamarabb hal, mint a kakas. Átlagosan tehát és az érdekes módon ez megvan az a, a hűlőkbe is, hogy a hűlőkből származtak a madarak is, meg az emlősök is, és az a, az a mintázat, hogy most már több tőlünk független vizsgálat is alátámasztott hogy, hogy rossz hír, hogyha valakinek különböző ivari kromoszómája van. Tehát az persze most örülök neki, hogy fiú, én is örülök, mert két fiam van, meg egy, egy fiúnak de evolúció szempontból ez nem biztos, hogy nyereség, mert a lányok a biztosak. Akkor ez egy hogy mondjam, egy kicsikét negatív kezdet, vagy egy picikét rosszabb ómen férfinak születni a kezdetnél. És ugye a, én olvastam a tesztoszteronon is kutatásokat, hogy ugye maga, a, maga ez a hormon is olyan dolgokat vált ki, mint a szociológiában ismert fiatal férfi uh -huh. szindróma, ami az elképesztő kockázatvállalás azért, mert hogy imponálni akarnak a nőstényeknek, és hogy belekeverik magukat olyan veszélyes dolgokba, ami amúgy szükségtelenek lennének idézőjelesen, mármint a nők nem keverik magukat ilyenbe. De... Ez, ez, igen, igen, ez valószínűleg igen, igen, az, pont most írunk egy cikket, amiben humán, tehát emberi demográfia adatokat is felhasználunk, és a, hogyha nézed a, a mortalitási statisztikákat, ott valahol 18 és 35 év körül a fiúk megőrülnek, már elnézést. Tehát a, a férfiak körébe autóbaleset gyilkosság, a betegségek következtében a halálozások száma többszöröse a nőkénel Tehát ez abban az életkorban ez, ez egy domináns jelenség, és akkor ezt ez gyakorlatilag azért ne felejtsük el, hogy születni viszont picivel több fiú születik. Tehát a, a férfiak minden életkorban többen gyorsabban több-több fiú hal el, mint több lány, bármelyik életkörül nézünk, de valahol a 18-30 évek, ott egy sokkal több, mert pontosan ez, amit mondanám. Most ez egy érdekes dolog, azt, azt nagyon sokan nem, nem értik, hogy, hogy a, a, a hímeknek és a nősnek, most beszéljük akkor a, a, a férfiakról és a nőkről, a reproduktív sikere az egyforma. Tehát hogyha, hogyha egy faluba tíz gyerek születik, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy az összes, a falu összes férfiának tíz gyereke, meg az összes nőjének is tíz. Na most tehát az, a, a reproduktív siker az ugyanaz. Na most ennek a varianciája, tehát a változatossága, az egyedek közti variabilitása a kérdés, a nőstények és a nők szaporodási siker az limitált. a embernél azt hiszem, 67 volt, tehát azt hiszem, 67 volt a legtöbb, az a Guinness-ben van benne, azt hiszem, 67. Az egy orosz örös nő volt, akinek a legtöbb gyereke volt. Férfiak körébe, hát a Genghis Kántó kezdve, a török szultának, azt hiszem a, a, a rekord, az egy olyan 900 gyerek között van. De hát a férfi is, és akkor itt visszalépnék az oroszlán példára, mi, a, mi, a, mi jó, meg mi nem jó, hát ez igen, ez attól függ, hogy te, te, te történetesen férfinak születtél, vagy nőnek a, a nyerő férfi stratégia az, hogy tesztoszteronnal próbálod a saját sikeredet megnövelni. Ennek a jó esélye egy, egy, pozitív eredmény az lehet, hogy sok gyereked van, de ez a szerencsétlen következő az lehet, hogy a, a, a immun, de, immun, ugye az immunrendszert lenyomja, az első koronavírus kinyom. Tehát egy olyan nagy nyereség, meg könnyű veszteség. A, 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 nőstények azok biztosabbak ebből a szempontból, mert egy átlagosan ugye azért nem tudom, az emberi populációkból függően, hogy hány gyerek, gyerek születik, de a maximum is csak 67 körül van. Tehát nulla és 67, nem nulla és 900, mint például a, egy, egy szultán esetében. Tehát a, a, ők nincsenek rákényszerülve, hogy, hogy annyira annyira ö, ö, csúcson legyen, mert hát végülis biológiai szempontból, akkor is mondjuk ma, ma azért 67 gyereket ki, kihozni azért fú, azért az egy kemény munka lehet. Az, az, az Persze, persze, nem, nem egy, hanem az, az, az sok. Persze, ez biztos egy nagy projekt, de akkor is nekik a limit az lejjebb van. Tehát, a, tehát ez evolúciós szempontból ez ez egy, ez egy komponens, de nyilván van a kulturális része is, tehát én nem azt mondom, hogy nincs, mert ugye ahogy a kisfiúkat felnevelik, a kislányokat felnevelik, ha most egyre inkább, egyre inkább a, a szülők próbálják nem, nem, ilyen előre determinált nevelési útra tenni a gyereket, hanem próbálják nagyon, nagyon szélesíteni a palettát, ahol a kisfiúk meg a kislányok működnek. Tehát vannak, vannak biológiai dolgok, amikkel együtt kell élnünk, és ennek ellenére azért azt hiszem, hogy, hogy nagyon sikeresek tudunk lenni, fiúk, fiúk is és lányok is. Hogy látja a, a jövőjét a, a kutatói szempontból? Mik a, mik a tervek, álmok vagy vágyak? Uf. Mert hát elképesztő dolgokat élt meg, és még mindig érzem önbe ezt a hatalmas energiát. Hova, hova tart ez a hatalmas energia? Ma nem tudom, fúr, nem tudom. A koronavírus, majdnem, majdnem, uh, majdnem nagyon rövid, másfél évvel ezelőtt nekem koronavírusom volt, hogy egy, egy reggel én elbúcsúztam a feleségemtől. Tehát az a jövő, az nagyon-nagyon tehát nagyon gyorsan úgy tűnt, hogy vége lesz, hát szerencsére itt vagyok. Uh, hát mi felé megy az ember? Uh, nem tudom, rengeteg érdekes kérdés van. Szeretnék még néhány né né jó hallgatót felnevelni, szeretnék fiatal kollégák meg segíteni, szeretnék azért a természetvédelemben is valami hasznosat csinálni, amit lehet. Hát úgy nagyjából ez. A, meg azt hiszem, hogy van, van három, négy, négy, ötlet, ami úgy a fejemben van, és ezeket próbál, próbálom a kollégáimmal, a, a szenior professzor kollégákkal, fiatalokkal együtt megfelelteni. Hát a pénz az biztos, hogy segít, de azt hiszem, hogy egyre inkább afelé hajladok, hogy jó emberek, jó ja, ja, szó, szóval people, people, people. Szóval a pénz az, az, az tényleg nagyon fontos, de valahol ott kell, hogy jó szakemberek, tudás meg kell becsülni, tisztességesen kell dolgozni. Valószínűleg nagyon unalmasan hangzik, de szerintem valahol azért ez, ez, ez fontos, hogy jó eredményeket érjünk el. Hát, köszönöm szépen, hogy eljött a műsorba. Én elképesztően sok új információval lettem több. Úgyhogy én kívánok további sok sikert, és remélem, hogy sok biorezervátumot tud még, és sok olyan tanítványt, akik ilyen energiával állnak hozzá az élethez. Na, na köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm szépen, szépen én hogy én itt köszönöm. volt.